Butánban is, meg a legtöbb buddhista országban valahogy a boldogság megőrzése a cél, míg nálunk nyugaton a boldogság felfedezése a cél. Ma azért van egy ilyen felszínes boldogság, ilyen csillogás típusú dolog. Mi ezt úgy mondjuk, hogy a, hogy a kívül szép, belül rohadó gyümölcs állapota, hogy persze a felszínen jól néznek ki a dolgok, de ha mélyre megyünk, akkor mindenkinek ott vannak a boldogtalanság állapotok. Üdvözlünk mindenkit, ez itt megint a nagy látószög. Tudjátok, hogy ebben a sorozatban olyan filmekkel foglalkozunk, amelyeket a mozinet forgalmaz. Ebben a műsorban egy dokumentumfilm lesz terítéken, méghozzá a Boldogság ügynöke című, amit május másodikától lehet majd megtekinteni a mozikban is. És akit elhívtunk vendégnek most beszélgetni a Butánról, a Boldogságról, a buddhizmusról, Cser Zoltán, aki a tankapuja buddhista egyház igazgatója, illetve a főiskola tanára. Örülök, hogy itt vagy. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem az az érdekes, hogy hogy néztem ezt a filmet, nyilván nem jártam még Butánban, mert egyébként elég nehéz odajutni, meg a turistáknak most már elég drága is odajutni, de, de hogy mennyire mindennapos része az életnek a vallásgyakorlás Nekem ez nagyon meglepő volt, hogy ilyen teljesen természetesen mindenki tud kötődni. Ez ennyire könnyű a buddhizmussal? Igen, de Ázsiában általában az így is van mindenhol. Tehát, hogy viszont az biztos, hogy meg kell különböztetni a népi buddhizmust a kolostori buddhizmustól. Tehát az egy, az egy szakadék van a kettő között. Mi, milyen szakadék? Hát egy, hogy a, a kolostori buddhizmus például Butánban az tibeti nyelven van, Míg ugye Butánban ez a zonga, annak van egy 18 nyelvjárása körülbelül, egyébként napról napra csökken a nyelvjárások száma Butánban, tehát egy, 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 nagyon fura helyzet zajlik ott, tehát tűnnek el. Konkrétan vannak olyan völgyek, amiknek saját nyelvjárásuk volt, és azok ugye eltűnnek. Tehát gondolom a kommunikáció tünteti el, hogy valahogy egymással egy Érdekes kérdés ez, hogy, hogy ugye ott, ott is zajlik egyfajta modernizáció, és én valahogy ezt egyébként a film után nekem is ugye azt fogalmazódott meg, hogy itt valahogy a a boldogság megőrzése a cél, míg nálunk nyugaton a boldogság felfedezése a cél. Tehát, hogy van egy ilyen kettőnk között is, van egy ilyen nagy különbség. Na, és ott ugye a buddhizmus, az ugye része ugye a, 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 a nép életének, de ez népi buddhizmus. Ez azt jelenti a népi buddhizmus, hogy. Vagy ez a népi buddhizmus, ez most csak egy jelző, hogy népi, vagy ez egy létező fogalom, kategória, hogy népi buddhizmus? Létező kategória ugye olyan személyek, akik nem élnek úgy, úgy, tehát nem kolostorban élnek, hanem hétköznapi életük van, de ők buddhisták, buddhista vallást gyakorolják. Ez azt jelenti, hogy templomba járnak, szertartásokon vesznek részt, felajánlásokat készítenek, van otthon oltár, mantra gyakorlatokat végeznek, de hogy alapvetően a buddhizmuson belül az, ami, a, ami úgymond a népi buddhizmus volt, az az etika. Tehát azt hangsúlyoz, hogy hogyan, le, hogyan legyünk jó emberek, hogyan végezzünk például olyan mantra gyakorlatokat, amik az együttérzés fejlesztésével, a szeretettel kapcsolatosak, de nem mennek mélyebbre. Tehát ez nem igazán vallási kérdés akkor, hanem nem. valami, szóval olyas, mint a tíz parancsolat. Most az jut eszembe hirtelen, hogy az se vallási kérdés, hogy ne őj. Hanem, hanem egy etikai, egy morális kérdés. Igen, igen, igen. Tehát ugye ez valahogy úgy, úgy nézett ki régen a buddhizmuson belül, és ennek ma is még ugye megvannak ezek a lenyomatai, ugye például Butánban, hogy vannak azok az emberek, akik, akik például egy, egy buddhista országban, ők buddhisták. És ők ugyanúgy templomba járnak, hasonlóan, mint a kereszténységben, és aztán van egy következő kategória, akik Kolostorban élnek, akik szerzetesek, uh -huh. és van egy még magasabb kategória, ez a jógik. Úgyhogy ezt meg lehet nézni a buddhizmuson belül is, főleg Butánban ezt a három kategóriát, hogy hogy valaki a hétköznap életét éli, betartja az ünnepeket, van ugye ilyen buddhista naptár, ami szerint élnek, és ugye megpróbálnak ezzel a fogalommal, hogy karma és reinkarnáció együtt élni. Tehát ugye ez ugye átmossa teljesen a, a Butánban is, meg a legtöbb buddhista országban a, a viselkedés kultúrát is, meg ugye az etikát is. Tehát nem csak arra gondolnak, hogy a jó tettek azok, egy önmagukban jók, hanem hogy a jó tetteknek van egy távlati következménye is, ami egy, majd egy jobb megszületés. És ugye ez azt is mutatja, hogy ők máshogy állnak a halálhoz. De aki már kolostorban van, ott már azért kettős cél van, tehát ott egyrészt cél a megvilágosodás, Másrészt cél az, hogy hogy tanítsák a, a környezetet. És nem annak a jogik, azok meg meg elvonulnak ők már intenzíven, De csak a megvilágosodás. Ha egy országban nagyon jelen van a népi buddhizmus, akkor az az ország, miben különbözik mondjuk egy európai országtól a mentalitásában, az emberek viselkedésében? Szóval, hogy hogy tud más irányt adni egy társadalomnak a buddhizmus? Hát két oldalú, tehát mint az érem két oldala. Az egyik az az, hogy sokkal elfogadóbbak az emberek, mert mert tudják, hogy van karma. Tehát nem, nem egy isteni büntetésnek gondolják azt, hogyha valami történik Aha. velük, hanem azt mondják, hogy hát korábbi tetteimnek ez a következménye. Bár nem tudom, hogy mi volt az ok, de ez a következménye. Tehát bizonyos értelemben felelősséget vállalnak a saját történésükkér, a saját velük történő dolgokért. Vagy ha hát szembenéznek, szóval nem a másik hibáztatással. Vagy... Igen, a másik viszont az, hogy, hogy ilyen értelemben meg a kreativitás meg nem annyira erős. Tehát azt lehet látni, a hogy a buddhista országokban, hogy, elfogadják a szerepüket az emberek. Ma már nem Aha. annyira, mert ma már azért egy új, új hullámok, új dolgok, új trendek jönnek, de hogy, hogy, és ez látszik a filmen is, hogy, hogy azért a mai fiataloknál már nem olyan egyértelmű. Jó, de hogy ez én... érdekes, amit mondasz, mert közben ez egy királyság. Igen. Tehát mondjuk a királyság <coughs> hierarchiának az elfogadásában adott esetben a buddhizmus segíthet ezek szerint. Ha mindenki Igen, tudja, hol a helye, de ez is nagyon paradox. A kérdés az, hogy a politikai berendezkedéshez hogyan tud passzolni a buddhizmus? Erősíti, gyengíti, mit csinál vele? Hát, hogyha nagyon-nagyon visszamegyünk az időbe, akkor ez egy teljesen ellentmondás. Tehát nem tudna egyébként buddhista királyság lenni, hiszen maga a buddha és a buddha tanításának a lényege, hogy egy olyan létforgatakban élünk, ahonnan ki kell ébredni. Most a létratagban létrehozunk egy királyságot, egy érdekes, tehát egy paradox helyzet, és ez egy ilyen. Történelmi szempontból is egy nagyon különleges és furcsa helyzet, ami ugye volt például Tibetben, hogy ott szerzetes király ugye a dalai láma. Vagy pedig ugye Butánban, ahol buddhista királyság van, és annak a királya. Ez egy, ez egy mindig egy ilyen, egy ilyen delikát kérdés volt, hogy hogy kapcsolódik a világi hatalom a, a vallásival. De nem tehát csak Ázsiában. De akkor hogy kapcsolódik? Hát úgy, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy, a, hogy és az északi buddhizmus a Mahajánának az elve, hogy, hogy az ösvény része minden lény megsegítése. Tehát tulajdonképpen egy királyság is tud úgy, buddhista módon működni, hogy, hogy a minden lénynek a biztonsága a cél, a jó jóléte a cél, de erdendően a cél a felébredés lenne. Hogy értelmezhetjük a felébredést, amikor egy királyról beszélünk, igen, vagy a politikáról? Igen, ez egy kérdés? Igen. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És én emlékszem arra, amikor Sri Lankán voltunk, és akkor először felvetették, hogy egy világméretű buddhista tévét kellene létrehozni, Hűha, nagyon-nagyon mozogtak a dolgok, meg hogy egy buddhista bankot, ahova a buddhista országok. Na ez szép, bank. Igen, igen, igen. Ahova tehát, a buddhista országok tennék be a pénzeiket, és akkor abból, és akkor abból, és olyan a nagy kérdés, hogy abból mit, tehát hogy ez valahogy visszasegítene, vagy nem. És Butánban is ez egy, ez egy ilyen, nagyon érdekes, hogy két óriási hatalom közé beszorulva, ugye India és Kína közé beszorulva Bután, ugye megtartja a saját függetlenséget, megpróbálja megtartani amennyire csak lehet, és és megpróbálja egy olyan irányvonalat követni, hogy, hogy ami, a mi esetünkben is egy érdekes, ha mondjuk például Erdélyt megnézzük, hogy a hagyományokat megőrizve, vagy a hagyományok megőrzése az tulajdonképpen kulcs a nép boldogságához. Tehát ezen uh -huh. a ponton már is egy érdekes kérdés, hogy ez most buddhista vagy nem buddhista, hiszen nekünk is voltak hagyományaink, meg a legtöbb országnak is volt hagyománya, és ugye úgy írják le, hogy, a, hogy az előző király ez a negyedik sabdrung, aki Angliában tanult fiatalon, még hercegként, hogy ő látja, tehát van egy összehasonlítási alapja, és úgy tér vissza, hogy a Butánban, hogy látja, hogy nyugaton mi történt hogy itt tulajdonképpen a fogyasztói társadalom letarolta a hagyományokat, és akkor elindult így ez a GDP alapú mérés, tehát ugye az, hogy, hogy a termék, mennyi, mennyi a termék, mennyi a termék. Na de nagyon sok dolog eszembe tehát az egyik az, hogy ezt itt lezárjunk egy kört, hogy, hogy a politikai berendezkedéshez mennyire tud valóban buddhista lenni. Ugye azt mondod, hogy az ösvénye minden állat megsegítése, vagy é, minden élőlény minden élő lé, igen, Na jó, de mondjuk pont ebből a filmből is kiderül, hogy itt vannak másodrendű nem állampolgárok, tehát akik, akiknek nincs állampolgárság. I igen. akiknek nem ad a király állampolgárságot, se elveszi a jogukat az utazástól, a munkától, a nem tudom mitől, hát ez hogy fér össze azzal, hogy az ösvényen lévő minden élőlénynek legyen Nem tudom, jó? hogy a szól kezdődött, de ugyanez van Nepálban. Tehát Nepál nem adja meg az állampolgárságot a Tibetből menekülteknek. Tehát visszavonta. De ez hogy tud passzolni a? És erre visszavonta Bukánban is a Nepáliak. Hát sehogy. Tehát, hogy ezért nehéz ügy. Tehát ezt szinte, hogy tehát az, ami ugye Gandinán is lehetett látni, hogy az ahimszát, a nem ártást tette ugye a politikai élet alapjává, annak ugye megint ugye több oldala volt. Ugye Néru mondta azt, hogy sokba kerül ez nekünk. Uh -huh. Tehát egy oldalról nagyon-nagyon szép, hiszen béke, más részről meg a mai viszonyokban egy elképesztően ellentmondásokkal teli törekvés, ami egyébként egy nagyon-nagyon nemes törekvés. De hmm. hogy ezt mennyire két. összeegyeztethető, ezt nyilván jövő fogja eldönteni. Most az, hogy, hogy csak egy rövid, röviden, hogy a történet, hogy 76-ban szólt, volt egy ilyen véletlen elszólás, Sri Lankán volt akkori király, ugye ez a negyedik, ez az előző király volt, és... Akkoriban ugye még nem is mérték a GDP-t Butánban, aztán később kiderült, hogy a világ legszegényebb országai közül a második. És, és akkor volt egy, egy riport vele, és föltették azt a provokatív kérdést, hogy mi a helyzet a GDP-vel, és ő akkor mondta azt, hogy, hogy itt a bruttó nemzeti boldogsága fontos, és nem a GDP. Tehát akkor hangzott Igen. el ez először is. És ez elindult a vándorútjára, először senki nem vette komolyan, és akkor egyszer csak elkezdtek rá felfigyelni. És ez olyannyira vált fontossá, hogy, hogy később Bután ugye az ensz a tagja lett, és ott egy ilyen, ilyen felszólalás kapcsán bevezetik, hogy március 20-a a boldogság napján. Na jó, de oké, okay, de az, az most egy dolog, hogy ebből a filmből is az látszik, hogy itt mindenki állati boldog, tehát 96 százalék, vagy nem tudom hány százalékos a boldogságindex, de hogy közben a mondjuk a, a nemzetközi szervezetek által felállított rangsorokban, bután, rendre a alsó harmadban, vagy negyedbe, vagy tizedbe teljesít, még a boldogság listákon is. Az elképzelhető, hogy más az alapja a boldogságnak, Igen. mondjuk egy nyugat-európai mérésben lehet, hogy GDP alapú, vagy nem tudom micsoda, fogyasztás alapú, de hogy, de hogy nem fedi egymást a butáni elképzelés és a nemzetközi sztenderdek világa. Egyértelmű. Tehát ez egyértelmű, hogy ez egy abszolút egy butánra méretezett és butáni dolog, és ugye ezt mondják azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy, hogy hogy nagyon érdekes a motiváció, tehát nagyon jó a motiváció, amikor egy úgynevezett egy uralkodó réteg nem csak a, a, gazdasági növekedésben méri a sikert, hanem abban, hogy a lelkileg milyen, milyen állapotok vannak. Tehát, hogy ez egy elképesztően jó ö, trend, viszont az, hogy ez butánban működik, ez csak butánban tud így működni. Tehát ez, ezt nem lehet honosítani mondjuk Magyarországra vagy Nyugat-Európába. Azért nem, mert mi kultúra vesztettek vagyunk, Bizonyos szempontból nekünk más a kultúránk, tehát nem az van, hogy egy 900 év vagy 800 éve lévő buddhista ilyen uh, tudás és kolostori rendszer az, ami a kultúrának az alapja, ami, hogyha elveszik, az egy óriási veszteség lenne. Ritkán lakott bután, tehát nagyon kicsi a népsűrűség, és három, még ugye a természet az még érintetlen. Tehát vannak olyan területek butánban, ahol nem lehet belépni, senki nem lépett be, tehát egy olyan típusú Rezervátum, nem bioszféra, hanem az Istenek földje, ugye a magas hegyek azok, azok lezárt egyébként területek. Egyébként csodálatosan szép, tehát az látszik a képeken is, igen, hogy egy gyönyörű igen. szép országban van szóval. Nekem egyébként ugye a film kapcsán az jutott eszembe, hogy szinte mindenhol felhők voltak, és így azon gondolkodtam, hogy ez így vajon mennyire... Tudatos, hogy mennyire nem tudatos, mert magyarul ugye mi a felhőtlen boldogságot használjuk, és egy mindig felhők voltak. Mindig de jó, ez felhős. egy jó, ez egy jó észrevétel. Felhős volt, mondja megmutatta ennek a két arcusságát ennek a, a felhős, dolognak. Ez a felhős, a felhős boldogság, boldogság volt igen. a film, igen tulajdonképpen. Igen. Na, de most a te fejeddel, te szemeddel, a te buddhista agyaddal nézni ezt a boldogságkutatást, az milyen? Összeegyeztethető, működik, logikusan következik a buddhizmusból a boldogság? Hát nem tudom. Van-e kecskét, van-e tévéd? Tudom, nem tudom, engem, engem fölkavart a film, és ugye ez, ezért is nagyon jó, mert fölkavart. Mert ugye egyrészt lehet azt látni, hogy, hogy nagyon messze van a, az a két réteg, tehát a, ami a népi vallásosság és a kolostori rendszer, valamit, vagy három akár, vagy azt mondjuk, hogy a királyság, én, én éreztem, nagyon ők közelének érzik meg, a büszkék arra, hogy királyságban élnek, meg hogy megvan még ez a kultúra, de például mi itt Magyarországon a buddhizmust a hétköznapi embereknek próbáljuk tanítani. Tehát nekem, nekem fölkavaró volt az, hogy mi más próbálunk, nyilván nem magunkból kell kiindulni, és ezért fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy itt egy boldogság megőrzése a cél. Tehát van egy rendszer, amit megpróbálnak megőrizni, úgy, hogy közben a modernizációt is elindítják, ami egy, egy éppen egy ilyen hajszálon csúszó dolog. Egyébként nagyon sok mindent meg tudtak tenni. Tehát például az áram az vízi erőműve, erőművekből van. Hát én úgy tudom, hogy Bután azon kevés országok egyike, aki kevesebb energiát használ fel, mint amennyit előállít. Tehát, hogy ők passzíva, passzívában igen, vannak tulajdonképpen. Igen. És az hogy, az, hogy ilyen trendeken dolgoznak, tehát olyan, mint hogy ők megpróbálnák átugrani. Tehát azt lehet látni, hogy, hogy mi elvesztettük mondjuk úgy, úgy az ilyen típusú hagyományainkat, és belementünk egy, egy másfajta, egy fogyasztói társadalmi rendszerbe, amiből kiderült, hogy ez nem hoz konstans boldogságot és kezdünk visszafordulni a kérdés felé, hogy na jó, hát mitől boldogság? A boldogság. Ők meg ezt megpróbálják skippelni ezt a részt. Tehát, hogy megpróbálnak ugye a hagyományból átugrani oda, ahol, a, amivel mi most foglalkozunk, hogy a zöld energia, hogy a, 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 a planétáknak a megvédése, hogy tehát ők átpróbálják ugrani ezt a rossz tapasztalatot, és, és ezt felhasználni az ország vezetésében. De mutattad nekem, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy milyen komplex is ez. A a boldogságmérés, hogy a film ad belőle ízelítőt, de hogy ez ennél sokkal komplexebb. Igen. Azt elmondod most a nézőknek is, A, hogy a történet ugye ez a 76-ból indul, ez az egész az először csak egy anekdóta-szerű történet volt, ami utána elkezdett egy kormányzati politikává válni, tehát egy stratégiává, és akkor utána kértek meg szakembereket, hogy próbálják meg kidolgozni ennek a mérhetőségét, tehát hogy legyen egy ön, és létrehoztak erre egy minisztériumot. Tehát ez azért elég megdöbbentő, nem, hogy ez kb. olyan, mint Indiában a jóga minisztérium, hogy itt meg van egy boldogság minisztérium, ez nekünk így nyugati szemmel azért egy ilyen elég sajátos dolog, és és aztán ez úgy néz ki, hogy, hogy ez az index, ez a, a, tulajdonképpen az ország teljes lakossága per a boldog és a boldogtalan embereknek a kérdése. Tehát, hogy ők azt próbálják először vizsgálni, hogy milyen arányban boldogok az emberek, és milyen arányban nem boldogok, és a kormány hol tud beleszólni, hogy ezt az indexet ezt javítsa. És akkor utána ebből jön egy ilyen négy oszlopos dolog, ugye a kormányzatról szól, ugye a környezettel kapcsolatos a kultúra és a a, talán a jólét, azt hiszem ez a negyedik, és ebből bontakozott ki egy olyan ilyen kilenc tényezőből álló rendszer, amit viszont egy szegénységet mérő indexből vettek. Ez nagyon érdekes viszont. Tehát ők nem kitalálták ezt a dolgot, hanem ezt a modellt vették, és, és megpróbáltak összefésülni a buddhista alapelvekkel. Tehát az együttérzéssel, a kölcsönös kapcsolódás. Tehát hogy azt mondja, hogy vannak ilyen... Tehát ilyen azt mondja, hogy ez több helyről összeollózott össze, rendszer igen, végül így is. Van, így Tehát van. van egy szegénység, felmérés, igen, és közben a, a buddhizmus megpróbálják. Környezet, környezetnek a védelme, tehát minden élőlény, tehát az a definíció, és ez egy nagyon érdekes a mi szempontunkból, tehát nem az abból, mert ugye kérdés, hogy mit nevezünk boldogságnak, ez egy, ez szerintem ez majd mindenképpen erről kéne, mert ez aztán egy, egy nagy virág, de ők azt mondják, hogy a buddhizmus szempontjából boldogság az, amit úgy hívnak, hogy szenvedés, mentesség. És egy picit azért, ugye, amikor azt mondjuk, hogy felhőtlen boldogság van, az, az abban is azt gondoljuk, hogy nincs gond, de azért ennél több. Tehát, hogyha mi magyarul boldogságról beszélünk, hogy az a happiness, erre ma azt mondják, hogy nem, nem, a jó kifejezés ez, hogy ez happiness, mert ez nem a happiness, hanem jó, ez... te de hogy definiálod a boldogságot? Hát ez, harmónia. Tehát Aha. ez nem a boldogságról szól, mert ez nem arról szól, hogy én, 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 ragyogok a boldogságtól, vagy, vagy úszom a boldogságban, hanem arról szól, hogy nincs gond, vagy kevesebb a gond, és emiatt én, én rendezett vagyok, én kiegyenlítődött, vagy olyan kiegyensúlyozott vagyok, mondjuk úgy, hogy harmónia van, amiben van jó és rossz is, és akkor ezt nevezzük boldogságnak. Tehát ők ezt értük, ők egy buddhista alapelvet vettek, hogy a szem, amikor nincs szenvedés, egyelő boldogság. És ehhez képest? Ehhez képest én azt gondolom, hogy a boldogság az, amikor az ember ragyog. Tehát, hogy mondjuk, hogy ragyogok a boldogságtól. Tehát nem csak az, hogy nem szenvedek, hanem, hanem van egyfajta ilyen, ilyen, egy ilyen középen elégedetten jól érzem magam, és ez, ez nem passzív, hanem aktív módon megjelenik. Olyan érdekes, mert közben azon gondolkodtam, hogy ugye egy kulturális, civilizációs és vallási kérdés is, hogy egyébként egy országban elérhető-e a harmónia. Tehát igen. mit sugal a fő egyház például a abban az országban, ahol élsz valami ilyesmit, vagy szenvedés. Igen, vagy, igen szóval Tehát, hogy a... ez, egy nagyon összetett dolog, hogy mitől lesz harmonikus egy ország. Valahogy szemétezés. azt lehet érezni náluk, hogy, és ez is egy ugye, a buddhizmusról vett dolog, ez csak, hogy a függő keletkezés, ami azt jelenti, hogy minden semmilyen jelenséget nem lehet egymástól elkülöníteni. Mi is használjuk a pillanóeffektus, stb. De ugye ez egy, ez egy olyan elv, ami azt jelenti, hogy, hogy ők azt nézik egyébként ugye a, a boldogság index alapján, amikor néznek mondjuk egy céget, aki szeretne mondjuk valamilyen dolgot egy vállalkozást elindítani Butánban, hogy a kapcsolatokat mennyire ö, harmonikusan megtartja, vagy zavarja? Milyen kapcsolatok vannak? Hát ugye ez a kilenc témakörből, ugye az egyik kapcsolat az ugye az egészség kérdése, uh -huh. tehát mennyire ártalmas az egészségre? Környezettudatosság, mennyire ártalmas a környezetre? Mennyire ártalmas az a vállalkozás a család harmóniája és a közösség harmóniájának a megőrzésében? Mennyire akadályoz? Tehát én, én abszolút úgy láttam, hogy a Ugye a harmónia az mindig két dolog között, mondjuk, vagy lehet több is, de hogy, hogy valami és valami közötti kapcsolat. Uh -huh. Kapcsolat az éggel, mondjuk ez a spirituális kapcsolat, kapcsolat a testünkkel. A természet természettel. Természettel, a oktatással, a gazdasági kapcsolatok, a kormányzattal való kapcsolat. Tehát én úgy, úgy látom, hogy a filmből is meg a meg ahogy így elkezdtem utána nézni a, a, ennek az indexnek, hogy tulajdonképpen itt a kapcsolatok minőségét nézik. Például van ugye ez a time management, ami különösen érdekes, hogy a kilenc között ott van az idő, időbeosztás az ö, ö, ugyanúgy a boldogság indexhez kapcsolódik, és annak két kategóriája van, az egyik, hogy a mennyi, mennyit kell munkával eltölteni, az milyen minőségben van, ugye valaki vágja a fát, tehát hogy milyen, és azt ő mennyire élvezi, vagy mennyire nem, és hogy milyen az alvás minőség. Tehát, hogy a, ebben a rendkívül hosszú kérdőívben azt hiszem, hogy 124 Igen, azt a, azt kérdése olvastuk, van, 124. Igen, tehát 9 kategória, 33 alkategória, és annak abból 124 ilyen kérdéscsoport, hogy azt 4 óra alatt lehet kitölteni, de azt is, arra is rákérdeznek, hogy hogyan alszunk. Na és azért ez nyugaton már elgondolkodható, hogy az életminőségünkhöz például az alvás az mennyire. Szerinted ők, hogy neked hanyas lenne a boldogságindexed? javuló tendenciát mutat, de egyébként... De most kifejezetten butáni léptékkel kérdezem. Egyébként, amikor meg az ember egy belső ösvényen halad, akkor borzasztó állapotok vannak. Tehát, hogy, hogy volt olyan időszak, egy elvonulásban volt, amikor hát semmelyik indexet nem lett, hogy volt egyese, mert, mert az ember szembesül a saját akadályéval. Tehát, hogy, hogy én azért mondtam ezt a furcsaságot, hogy a boldogság megőrzése, vagy a boldogság megtalálása, mert egy óriási kérdés, hogy átugorható-e ez a terület, hogy mi elértük, hogy depressziósak vagyunk. És ugye én nemrég voltam Balin, és üvöltött a... A helyi lakosoknak volt egy természetes öröme, egy természetes boldogsága, és a nyugatiaknak a mérhetetlen aggódása. És én most már azt is látom nyugaton, hogy divat lett az, hogy rosszul érzem magam. Tehát, hogy ez már egy téma, hogy neked mi rossz, és akkor arra leülnek az emberek, és a beszélgetnek arról, hogy ilyen listák vannak, ilyen, hogy ez nem működik, ez nem jött össze, ez nem, ebben nem sikerült, ez nem sikerült, az nem sikerült. Tehát, hogy van egy ilyen trend ma már, hogy az új generációknál is, hogy ez a rosszul érzem magam, ott megérték, hogy jól érzem magam és valahogy van egyfajta természetes jól érzés. De ha az ember az ösvényre lép, úgy mond, hát most mindenféle ösvényről beszéltünk, spirituális csak akkor szembe kell nézni a saját poklával, és akkor nagyon-nagyon rosszul fogja érezni magát. Engem nagyon érdekelne, hogyha Magyarországon csinálnánk egy ilyet, hogy boldogságkutatás, milyen kérdéseket tartanánk fontosnak föltenni, és a saját mértékünk szerint mi jönne ki, hogy itt boldogok vagyunk, akarunk azok lenni egyáltalán, vagy hogy egy skálán hol vagyunk, és, és még azt fogalmazódott meg bennem, hogy szerint a buddhizmus, az tud-e segíteni embereknek valamiféle boldogság elérésében? Sajátos módon, hogyha most, hogyha a tanításokat megnézzük, akkor az első lépés annak az elfogadása, hogy nem vagyunk boldogok. Tehát, hogy a kiinduló pont, ez egy nehéz ügy, és ugye szokták mondani, hogy a gyilkos tükörbe belenézni az nem könnyű. Tehát ma azért van egy ilyen felszínes boldogság, ilyen csillogás típusú dolog, ahol belül, mi ezt úgy mondjuk, hogy a, hogy a kívül szép belül rohadó gyümölcs állapota, hogy persze a felszínen jól néznek ki a dolgok, de ha mélyre megyünk, akkor mindenkinek ott van, mindenkinek ott vannak a, a mélységben a fura dolgok, boldogtalanság állapotok. Tehát a butinus onnan indul, hogy figyeljük meg, hogy mi van. Ez a kiindulási pontja, tehát nem feltételez egy, egyfajta levezetését a világnak, egy teremtéstan nem azzal indul, hanem azzal indul, hogy, hogy itt mi van. Budizmus kiinduló pontja, hogy, hogy, mi van, mi van a test szintjén, mi van az érzelmek szintjén, mi van a gondolatok szintjén, és, és akkor felismerjük azt, hogy hát igen, itt minden van. Tehát itt van boldogság, boldogtalanság van, alapvetően... Tehát a diagnózisban segít. Diagnózis, hogy gyűgösek vagyunk, és akkor a következő lépés, hogy jó, és ennek mik az okai. Tehát egy, az egy komoly intelligencia kell szerintem ahhoz, hogy valaki a, Felszínesen is lehet ugye, ezeket gyakorolni, de hogy eljutni oda, hogy, a, hogy ez egy következmény, hogy ez, hogy mi boldogtan valaminek a következménye, keressük meg az okokat. most, uh -huh. hogy ki milyen okot talál, ugye nagyon sokan hogy az események, hát azért, mert hogy nekem az életem ilyen és ilyen és ilyen jó, de a buddhizmus szerint nem mondhatjuk ezt, hiszen az a korábbi tetteink következménye, a korábbi elgondolásaink következménye. Tehát mi dobtuk fel a követ, csak elfelejtettük, és most esett vissza. És tehát a karma az, az ilyen szempontból egy elég, elég fura dolog. Most ugye a filmben és Ázsiában azt nagyon lehet látni, hogy a karmának van a, egy olyan értelmezése, ami nagyon populáris, de teljesen, hát nem teljesen igaz. Ugye ez, hogy jó cselekvés, jó élet. Tehát, hogy, hogy így összerakják, és ugye egy picit úgy működnek, és ez is erről is van, ugye egy jelenet, hogy mintha egy, egy bank lenne, hogy akkor én most elkezdek jókat cselekedni, járok rengetegszer a templomba, forgatom az imamalmot, mantrázok, segítek úgymond a lényeknek, és ezt azért teszem, hogy majd a jövőm jobb legyen. Én ezt úgy mondom, hogy ilyen, ilyen leegyszerűsített karma értelmezés, meg a leegyszerűsített... Ez érdekközpontú. Hát igen, leegyszerűsített reinkarnáció is ugye nagyon elterjedt. Egyébként ez nyugaton is elterjedt, tehát azt gondolom, hogy én fogok újjászületni, nem, nem, így megy a folyamat. Na jó, de most visszakened egy picit butára, hogy most mindez alapján, amit elmondtál, te látod értelmét mondjuk egy ilyen boldogságkutatásnak? Abszolút. Abszolút, azért abszolút, mert mert egy picit kapunk egy ilyen felébresztő kis pofont, hogy, hogy hűha, nem, jó, nem jól nézzük az életet, tehát nem, nem jó felől nézzük és hogy az értékrendünkben ö, tudunk változtatni. Mert egy ponton egyébként az oktatásnak mi a lényege? Nyilván lehet információs, de hogy, hogy egy értékrend, hogy mit tartunk értékesebbnek. És ma már nyugaton is egyre jobban lehet azt látni, hogy, hogy kezd értékesé válni az, amit most butáma meg akarnak őrizni. Tehát kapcsolat a környezettel, időjárással, égitestekkel, egymással, ugye ez a me-time, meg a, meg a minőségi időeltöltése. Szóval idő aztán, hogy ezek a kérdések szembesítenek tulajdonképpen igen, a igen, saját erveinkkel, és ezért jó. Nem alkalmazható nálunk ez a fajta boldogságindex, tehát ez teljes mértében butára van kitalálva, és hát egyébként a filmben ez egy nagyon paradox módon is előjön, hogy pont egy olyan ember végzi, nem, nem, mondunk semmit persze. De hát igen, aki, aki nagyon kérdéses, az nagyon, az egész nagyon kérdéses, igen, hogy ez hogy, hogy néz ki, és hogy, hogy, viszont nekünk egy ilyen felébresztő dolog tud lenni a boldogság megtalálásában, de az biztos, hogy, hogy nem követhető ez, és nagyon érdekes lenne itt összeállítani egy ilyen indexet, ahol, ahol megnézni, hogy itt, itt vajon mi okoz, Visszatérve a saját boldogságomra, hogy miért növelődik, kezdek úgy nagyjából középre kerülni, azt érzem. És, és ez is egy új boldogságfogalom nálam, hogy, hogy rendben vannak a dolgok. Tehát nem, már nem probléma, hogyha hülye gondolataim vannak. Pedig nagyon nagy probléma volt. Sőt, volt olyan időszak, évekig próbáltam leállítani a gondolatokat, ilyen intenzív meditációs gyakorlatok, és egyre rosszabb, egyre rosszabb, egyre rosszabb lett és aztán egyszer csak föl, föladja az ember, és akkor meg ugye elhalkul a sok gondolat, és akkor megértettem azt, ami egy ilyen nagy mondás volt, hogy a tudatunk olyan, mint egy makrancos teve, ha meg akarjuk kötni, el akar menekülni, elengedjük, ott marad. És ez nekem ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy, hogy volt egy-két élményem ezzel a kapcsolatban, hogy, hogy nem rohanni kell a boldogság után, hanem, hanem inkább megállni. Na ez, ez, volt, ez a jó végszó, hogy megállni. Nem nem annyira akarni de azért mégiscsak akarni elérni, de nem annyira görcsösen akarni, hanem néha csak hagyni megtörténni, azt hiszem ez a, ez a konklúzió. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. És akkor még egyszer a film, aminek kapcsán most beszélgettünk, a Boldogság ügynöke, ami Butánról szól, a Boldogságkutatásról szól, és május másodikától lehet megnézni a mozikban. Hogyha ilyen típusú beszélgetéseket szívesen hallgatnátok, amelyek filmekhez kapcsolódnak, akkor megkövessétek be itt a Nagylátószög YouTube oldalát, hogy értesüljetek az új és új beszélgetésekről. Köszönjük a figyelmet!